Talán ezeknek a hősöknek inkább otthon kellett volna maradniuk. Üdvözlünk a Vacsmozsó Magyarország csatornáján, ahol az Unibetnek köszönhetően 10 olyan hőst osztunk el, akik véletlenül segítették a gonoszt. Ezen a listán olyan filmekről lesz szó, amiben a főszereplő nem direkt módon játszott a negatív indítatású karakter kezére. Mivel fontos történetrészekről lesz szó, így spoiler veszélyesek vagyunk. 10. Sokan megnézik az elátkozott filmet. A Kör franchise. A szabály ebben a horrorban rém egyszerű. Ha megnézed az elátkozott kazettet, 7 nap múlva meghalsz. Samara, a szellemszerű csöves kinézetű csaj elragad és el tudjátok képzelni. Have you heard about this videotape that kills you when you watch it? What kind of tape? Mindössze annyit kell tenned, hogy nem nézed meg VHS-en, és ez azért nem akkora kihívás. Viszont a franchise során elég sokan nem bírnak ellenállni és meghalnak. Talán valami morbid kíváncsiság vezérli őket, esetleg manipulálva vannak, de a lényeg, hogy elősegítik mindannyian Samara gyilkolási hullámát ezáltal. A történet tanulsága elég egyértelmű. Ha valaki meg akar mutatni egy paragyilkos filmet, ne nézd meg! Kilencedik. Tony Stark segít kijavítani az Extremist. Vasember 3. A 90-es években Dr. Maya Hansen dolgozott az Extremist formulán, ami elősegíti a sejtszintű regenerációt élőszöveteknél. If I'm right, we can access the area of the brain that governs repair and chemically recode it. Sajnos a tesztalanyai sorra melegedtek túl, vagy robbantak fel. Viszont rálelt a szerencse, amikor találkozott Tony Starkkal. Az egy éjszakás kalandjuk után segített kijavítani a formulát, viszont a robbanó glitch fixálás előtt távozott Tony, és egy évtizeden át nem is találkoztak. Emiatt Mayának máshol kellett segítséget találnia, és terveit elvitte Adric Killianhez. You know what my old man used to say to me? One of his favorite of many sayings. The early bird gets the worm, but the second mouse gets the cheese. Killian arra használta a formulát, hogy tüzes szupererőt adjon magának, elintézze mások halálát, veszélyeztesse Tony szeretteit, és hogy felhúzza a nézőket azzal, hogy nem Ben Kingsley volt a mandarin. A gonosztevő terrorát meg lehetett volna előzni, ha Tony nem segít annó Mayának. Is that hot in there? 8. Charles segít Ericnek Magnetóvá válni. X-Men az elsők. Amikor Eric Lenser még csak gyerek volt, egy különösen erős mutáns, Sebastian Shaw végzett az anyjával. A gyilkosság miatt sötét útra tévedt Eric, viszont barátság a Charles-el egy jobb emberré tette. Ez viszont megszűnt, amikor szembe találták magukat Shaw-val. Amikor Shaw majdnem végzett Erickel, Charles használta telepatikus erejét, hogy megfagyassza Shaw-t a térben. Amikor Eric látja maga tehetetlen nemezisét, kegyetlenül végez azzal, és elveszi a telepátia gátló sisakját. Ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy Ericből a szuper gonosz Magneto váljon. Charles csak azért avatkozott bele a harcba, hogy barátja jó maradhasson. Sajnálatos módon ez a segítség csak jobban a sötétség felé lökte Ericet. Take off your blinders, brothers and sisters. The real enemy is out there. 7. Peter odaadja Editet Mysteriónak. Pukember idegenben. Tony Stark Edith rendszerével egy egyszerűnek ható szemüveg segítségével lehetett használni a fejlett fegyvereit. Halála után ezt a technológiát Peter Parkerre hagyta, aki rögtön majdnem megöli egy osztálytársát vele, így biztos, ami biztos új pajtására, Quentin Beckre, azaz Mysterióra hagyja azt. Welcome to the Avengers. Sajnos Mysterio nem az, akinek Peter hitte, és rögtön egy gigantikus támadást indít London ellen, majd bemártja egy gyilkosságért. Peternek mindössze el kellett volna zárnia a szemüveget egy biztonságos helyre. Bár részben Tony Stark is hibás, amiért egy ilyen veszélyes fegyvert egy 16 éves srácra hagyott. You can't trick me anymore. 6. Űrlord segít Thanosnak megtartani a kesztyűt. Bosszúállók, végtelen háború. Peter Quill az egész galaxisban Gamorát szerette a legjobban, majd amikor Thanos elvitte őt, mindent megtett, hogy visszaszerezze. Sajnálatos módon Thanosnak fel kellett Gamorát áldoznia, hogy ővé lehessen az összes végtelen kő. Peter pedig akkor jön rá erre, amikor éppen mindenki azért küzd, hogy elvegyék tőle a végtelen kesztyűt, és a dühös űrlord pofona mindent elront. No, you didn't!
A dükkitörése szétzilálja tervüket, és Thanos megtartja a kesztyűt. Ennek segítségével később több milliárd élőlény halálát okozza. Peter haragja teljesen érthető, de minden Marvel rajongó azt kívánja, bár ne tette volna mielőtt sikerül a tervük. 5. Hammond termékenyítette a dínókat. Jurassic Park franchise. Az Istent játszó CEO John Hammond sok hibát elkövetett a Jurassic Park létrehozásánál, viszont a legnagyobb a biológiában keresendő. Hammond szándéka az volt, hogy a dínó populáció alacsony maradjon, ezért az összes nőstény lett. How do you know they can't breathe? Oh, because all the animals in Jurassic Park are female. Viszont kutatói az őslények DNS-ét nyugat-afrikai békákéval ötvözték, így képesek a nemüket megváltoztatni és szaporodni. You know what this is? It's a dinosaur egg. The dinosaurs are breeding. A dínók szaporodása korábban is okozott már problémát a szériában, viszont így, hogy az utolsó film végére a lények rászabadultak a világra, tényleg bárhol szaporodhatnak. Mindössze annyit kellett volna tennie Hammondnak, hogy másfajta béka DNS-ét használja. Akkor pedig most nem kéne a bokrokat nézegetni, hogy lakik-e ott egy raptor család. Negyedik, Elizabeth Swann idézi magához Barbosszáikat. A Karib-tenger kalózai, a fekete gyöngyátka. Miután ellopnak egy rejtélyes azték kincset, Barbosszára és legénységére egy kegyetlen halhatatlan átok száll, ami csak akkor törik meg, ha az összes érmét visszajuttatják az eredeti helyére. Ugyanaz összeset visszateszik, de egyet nem találnak, ami mint kiderül, Elizabeth Swannnál van a szárazföldön. Egy reggel viszont nyakláncként viselte azt, ráadásul még egy nagyon szoros korszettet is adtak rá. Fine gentleman, don't you think? He fancies you. Amikor a túlzottan szoros ruhadarab miatt elájul, belezuhan a vízbe, és a medál egy ilyen furcsa pulzáló jelet ad Barbosszáiknak. A kalózok eljönnek, lemészárolnak egy csomó embert, hogy megkaparinthassák, amiért jöttek. Mindez persze elkerülhető lett volna, ha a nő más kiegészítőt választ aznap. Hello, chum. Harmadik, Neo teszi erősebbé Smith ügynököt. A Matrix franchise. Az első Matrix végén Neo és Smith ügynök végső összecsapásra készül. Neo úgy dönt, hogy beleugrik a gonosz számítógép program ügynök testébe, és belülről barmolja a szét. Ez sikerül is neki, viszont a második részben ismét összetalálkoznak, ahol az ex-ügynök elárulja neki, hogy azért van most itt, mert Neo erősebbé tette. Meg már klónozni is tudja magát. Now here I stand because of you, Mr. Anderson, because of you. I'm no longer an agent of this system. Smith végül akkora fenyegetéssé válik, hogy Neónak fel kell áldoznia magát, hogy megállítsa. Ismételten, ha elővigyázatosabb, most éppen valamilyen szimulált tengerparton koktélozgathatna Trinity-vel. Így pedig csak egy erősebb ellenfelet teremtett. Na, majd talán a negyedik részben javít. Második, Marty miatt lesz Biff gazdag. Vissza a jövőbe 2. Marty eredetileg azért utazott 30 évet előre a jövőbe, hogy megmentse a családját, nem közben ráakadt a sport almanakra. Eredetileg arra használta volna, hogy a múltban fogadhasson sporteseményekre, és ebből meggazdagodjon. Marty! I can't lose. Marty, up here! Hey, Doc, what's going on? Viszont amikor Doki rájön a tervére, ki kell dobnia azt. Egyikük sem tudta, hogy a gonosz Biff éppen figyeli őket. So, Doc Brown invented a time machine. Ellopta az almanakot és az időgépüket is, majd visszautazott az időben, és egy korrupt, gazdag mogullá tette magát. Marty és Doki pedig a film hátralévő részét az alternatív időrend helyretételével tölthették. Mindezt elkerülhették volna, ha szimplán csak elégetik az almanakot, hogy Biff ne gazdagodhasson meg. Oh my God, it's your father. My father. You're supposed to be in Switzerland, you little son of a bitch. Mielőtt felfednénk első helyzetünket, íme pár vígazdíjas. Where's the plutonium? Cut, get off!
prophecies can only be retrieved by those about whom they are made. Which is lucky for you, really. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen 2-től szombatig minden nap új videó kerül ki a csatornára. Majd nyomd meg a kis harangombot, hogy első között értesülj legújabb tartalmainkról. Első, Indy segíti a nácikat. Indiana Jones és az elveszett frigyláda fosztogatói. Az első Indiana Jones film során a nácik az elveszett frigyládát keresték, ami leírhatatlan erőket rejtett. Viszont előbb egy pálca fejrészén lévő szöveget kellett dekódolni hozzá, hogy megtalálhassa a kincset valaki. Szerencsére Indy beelőzi a nácikat, dekódolja, majd meg is találja azt. Belloc's staff is too long. They're digging in the wrong place. Ezt az információt eltitkolta, de hogy csak viccelek, rögtön odament, hogy ő szerezhesse meg a frigyládát, csak hogy a nácik ellopják előle. So once again, Jones, what was briefly yours is now mine. Hogyha Indy nem fedi fel a frigyládát, a nácik talán rá sem lelnek a háború vége előtt. De még ha meg is szerzik, a láda nyitásakor mind meghaltak volna. Szóval mindenki jobban járt volna, ha Indy megtartja magának a titkot. Ti ismertek még filmes hősöket, akik véletlenül segítették a gonoszt? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!